Az 1891-es generál konferencia prédikációi a római levérről. Elet Joseph Wagoner 14. Prédikáció A nyolcadik fejezet ma esti befejezéséhez szükséges, hogy minden egyes versére fordítsunk egy kis időt. Igen, úgy gondolom, a legjobb lesz, ha a legutóbbi alkalommal tanulmányozott verseket vesszük figyelembe. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Róma 8. 28 30-ig. Észrevehetjük, hogy e szövegben használt igék múlt időben állnak. Az itt szereplő áldások és ígéretek újra és újra igazak mindazokra, akiket Isten elhívott. Kiket hívott el? Mert nektek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak. Valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Apostolok cselekedete, második rész, 39. vers. Isten azt hívja, aki meg akarja tartani az ő életét. Máté 16-25. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Jelenések 22-17. Mi az Isten célja azzal, hogy az egész világot, aki akarja, elhívja, hogy jöjjön hozzá? Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek e földön vannak. Efézus 1.10 Ugyanerről a témáról szólva, Pálapostól a második Timóteus első rész 9. versében ezt mondja. Aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatot nekünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Tehát Isten végzése és kegyelme szerint egyesülünk Krisztusban. Ezt látva mi a feladatunk? annak okáért, atyám fiai, igyekezetek inkább ati ti elhivatástokat és kiválasztatásotokat erősíteni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. 2. Péter 1.10 Hogyan tehetjük erőssé elhívásunkat és kiválasztásunkat? Mindenki el van hívva, de Isten szándéka Krisztusban van, mert őtőle ő általa és ő nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké. Amen. Róma 11.36 Mindannyian elhívottak vagyunk, és mindannyian erősé tehetjük elhívásunkat és kiválasztásunkat Krisztus elfogadása és az ő benne maradás által. Akkor Isten szándéka szerint vagyunk elhívva, mert Krisztusban vagyunk. Adjuk fel az énünket és mindent, ami az énünkhöz kapcsolódik. Akkor Krisztus a miénk lehet, és Isten szándéka szerint elhívottak vagyunk. Ha azt mondjuk, imhol vagyok Uram, akkor Krisztusban vagyunk, de ez az imhol vagyok Uram a cselekedetben és az igazságban kell, hogy történjen. Nem pusztán szavakban, hanem meg kell értenünk, mit jelent ez a valóságban. Csak akkor vagyunk ő benne, és vagyunk eleve elrendelve arra, hogy az ő fiának ábrázatához hasonlatosak legyünk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Mikor? Most. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Róma 8. 28, 29. Íme milyen szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. Amikor a napról napra mondjuk az Úrnak, itt a szívem, nem változott benne semmi, de szeretném, hogy a tied legyen, akkor ő az isteni szeretet köteleivel, az oltár szarvaihoz köt bennünket. Ekkor Krisztussal együtt vagyunk elrendelve. Ami az övé, az a miénk is. Örök életet adott nekünk, és ő maga mondta. Senki ki nem ragadja őket az én kezemből. János 10, 28. Istennek volt egy terve. Lehet ezen változtatni? Nem. A terv le van fektetve. Akiket elhívott, azokat megigazította Krisztusban. Ezért van megikozulásunk. És akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. El tudjuk ezt hinni? Ha igen, akkor csodálatos hatalomra tettünk szert. Megvan bennünk Krisztus dicsősége? Igen. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. János 17-22. Figyeljük meg, hogy múlt időben van. A dicsőség, amelyet Isten Krisztusnak adott, már ma a miénk. Igaz, hogy ez a dicsőség még nem látható, és a világ nem ismer minket, mert nem ismerte Krisztust. De ez a miénk és ez látható lesz, és már most is látható kegyelem formájában. Belsőnkben van meg, mert Pálapostól azt mondta, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben. Efézus 3.16 Ugyanezért mondta Jeremiás, nevesd meg a te nevedért, ne gyalázd meg a te dicsőségednek székét. Jeremiás 14. 21. Kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. 84. Zsoltár, 12. vers. Péter Apostol azt mondta, hogy ha hiszünk, akkor kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendezünk. 1 Péter 1, 8. Mit mondunk azért ezekre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Roma 8, 31. Olvassuk a verset, és jegyezzük meg, majd ne felejtsük el azt mondani. És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonságtételüknek beszédéért. Jelenések 12-11 Ne feledjük, hogy Krisztus példát adott, hogy a bizonságtétel szava által győzzük le sátánt. Minden alkalommal, amikor kísértés érte, azt mondta, megvan írva. Amikor tehát a sötétség felhői jönnek, és a sűrű sötétség körén gyűlik, csak mondjuk, ha az Isten velünk kicsoda ellenünk, és Isten velünk van, ami abban mutatkozik meg, hogy Krisztust adta, hogy meghalljon értünk, és feltámasztotta őt, ami megigazulásunkért. Békesség van abban a gondolatban, hogy Isten mindent az ő akaratának elhatározott szándéka szerint cselekszik, és hogy minden javukra van azoknak, akik Isten szeretik, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak akkor nem számít, hogy mi jön ellenünk, mert azzal, hogy ellenünk jön, Isten terve ellen jön, és az ő terve olyan biztos és szilárd, amennyire a mindenható léte teheti. Ki van ellenünk? Sátán van ellenünk. Semmi különbség, ha ő van ellenünk. Sátán kipróbálta hatalmát Krisztussal szemben, és ereje semmisnek bizonyult nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Máté 28.18 Mondta Krisztus. Ha minden hatalom Krisztusnak adatot menjen és földön, akkor mi marad sátánnak? Semmi. A Krisztussal vívott harcban sátánnak nincs hatalma. Ha tehát Krisztus a miénk, akkor semmi sem lehet ellenünk. Néhányan már beszéltünk a múltban a sátán hatalmáról, de neki nincs semmije, nem maradt semmije. Gyakorlatilag a sátán ellenünk van. Ki ő? A levegőbeli hatalmasság fejedelme. Efézus 2.2. Ő hoz csapást, betegséget, akadályokat gördít utunkba, és ellenünk fordítja azokat de éppen az ellenünk állított, vesztünket okozó dolgokat Isten elveszi és javunkra fordítja. Ezek mind jók. Olyanok vagyunk, mint az a nép, amelyet Ezékiel proféta így ábrázol. És te, embernek fia, népet fiai beszélgetnek felőled a falak mellett és a házaknak ajtajaiban és egyik a másikkal szól, ki-ki az ő atya fiával, mondván. Jertek, kérlek, és halljátok, micsoda beszéd az, amely az úrtól jő ki. És eljönnek hozzád, ahogy a nép össze szokott jönni, és odaülnek elődbe, mint az én népem, és hallgatják beszédeidet, de nem cselekszik, hanem szerelmeskedő énekként veszik azokat ajkukra szívük pedig nyereség után jár. És íme, te olyan vagy nekik, mint valamely szerelmeskedő ének, szép hangú, és mint valamely jó hegedűs, csak hallják beszédeidet, de nem cselekszik azokat. De ha beteljesednek, mert íme beteljesednek, megtudják, hogy proféta volt közöttük. Ezékiel 33. 30-tól 32-ig. Azt mondom, hogy ezen igazságok nagy része sok ember számára csak egy szerelmeskedő ének. Meghallgatják, érdeklődnek irántuk, és tovább mennek, de nem hisznek bennük, és nem cselekszik meg azokat. De az Úr azért adta nekünk, hogy higgyünk és cselekedjünk, és azok lesznek az erősségünk. Tehát, akik Isten szeretik, minden javukra van. Nem mindig láthatjuk, vagy mondhatjuk el, hogyan történik, de Isten ezt mondta, és mi tudjuk, hogy így van. Sok olyan dolog van, amiben hiszünk, de nem tudjuk megmagyarázni, és az érzéseink számára sem tűnik úgy. De éppen azáltal, hogy Isten megígérte, ha megragadjuk és elhisszük, akkor úgy lesz, Isten ilyenné teszi azokat. Ezt addig nem tudhatjuk, amíg nem hiszünk, és ha hiszünk, akkor tudni fogjuk. Tehát, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Gondoljunk Elizeusra, Isten profétájára. Samáriában volt hegyekkel körülvéve. Fegyveresek tömege jött, hogy elvigyék őt egyedül volt a szolgájával, és a szolga félt. Elizeus akkor nem gondolta, és nem is mondta, hogy Izrael királya lovasságot vagy gyalogságot küldjön a védelmére. Az ifjú oda ment hozzá, és így szólt. Jaj, jaj, édes uram, mit cselekedjünk? És imádkozott Elizeus, és mondta: Ó, uram, nyisd meg, kérlek, az ő szemeit, hadd lásson! Kettő királyok, hatodik rész, tizenöt és tizenhetedik verse. És az úr megnyitotta az ifjú szemeit, és látta hegyeket tele lovakkal és tűzszekerekkel. Az egész hegy és az egész síkság tele volt lovakkal és szekerekkel, és mindegyik erősebb volt az ellenség egész seregénél. A mi esetünkben is igaz, mint Elizeuséban, hogy többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük. Kettő királyuk hat, És nekünk csak annyi a dolgunk, hogy nyitott szemmel járjunk, és lássuk, ez így van. Minnyitja meg a szemünket? Az Ige. Ez lámpás a lábunknak, és világosság az ösvényünkön, és ha ezt elhisszük, akkor tudni fogjuk, hogy többen vannak velünk, mint velük. Izrael élő Istene, aki velünk van, akinek hatalmában áll, hogy a sötétséget világosságá és a gyengeséget erősségé változtassa, és bármi rossz is jön ellenünk, ő azt áldásá változtatja, hogy segítsen útunkon aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Róma 8.32 Miért fog ő Krisztussal együtt mindent nekünk adni? Mert minden ő benne van. Emlékezzünk Efézus első rész 23. versére. Mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel aki Krisztussal van felöltözve az megerősödik minden erővel koloszi 1 11 miért mert Isten Krisztust a maga jobbjára ültette a mennyekben Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és urasságon, és minden néven, mely neveztetik, nem csak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és ő tette mindeneknek fölötte az Anya Szent Egyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Efézus 1. 21 23-ig. Ezért minden Krisztusban van. Benne van elrejtve a bölcsesség és a tudás minden kincse. Neki adatott minden hatalom, menjen is földön. Nem látjuk, hogy mivel így van, magától értetődő, hogy Isten értünk adta Krisztust, és szabadát tett mindannyiunkat, így ő bennem mindent megad nekünk. Áldott legyen az Isten, és ami mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Efézus 1.3 Kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Úrunknak megismerésében. Mivel, hogy az ő Isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. 2 Péter 1, 2-4 Krisztusnak adatott minden hatalom, és mindennel megajándékozott, ami az életre és kegyességre való. Figyeljük meg, hogy múlt időben fogalmaz. Ezek értünk lettek teremtve. Akkor miért nincsenek nálunk? Egyetlenokból, mert nem ragadjuk meg őket. Annyit zugolottunk, mondván, hogy ezeket a dolgokat akarjuk. Nos, megkaphatjuk, már nekünk adattak, és nincs semmi ok, amiért ne tegyük magunkévá őket. Tegyük fel, hogy oda mennék hozzátok, és azt mondanám, hogy nagyon éhes vagyok, és szeretnék enni valamit. Rendben, válaszolnátok. Csak ülj az asztalhoz, és adunk enni valót. Hamarosan elém hoznátok a legfinomabb ételeket, amit csak találtok, és kínáltok, hogy egyek. De én így szólnék. Ó, én nagyon éhes vagyok, és annyira szeretnék enni valamit. Jó, itt van előtted, egyél. De hát én nagyon éhes vagyok, és szeretnék valamit enni, mert napok óta nem ettem semmit. De hát itt van, egyél. De én annyira szeretnék enni. Ha így viselkednék, és nem enném az elém rakott ételt. Végül azt mondanátok, hogy elment az eszem. Valaki azt mondta nekem tegnap este, ha az Úr így adja az életre és kegyességre való áldásokat, akkor bizony bolondok vagyunk, ha nem fogadjuk el. De nem hiszem, hogy az általad használt illusztráció helyes, mert mi nem láthatjuk az Úr által felkínált dolgokat, miközben az ételt látjuk. Szerintem sem jó az illusztráció, mert a felét sem takarja a mondani valónak. Nem, de gyakran véjük, hogy láttunk valamit, ami nincs ott. Nem, de gyakran megcsalt a látásunk. Néha azt hisszük, hogy láttunk valamit, amit nem láttunk. Aztán olyan dolgokat is látunk, amiket, ha közelebbről nézünk, nem is az, aminek látjuk. De Isten ígéje, Soha nem okoz csalódást. Ezért biztosabb vagyok az Isten igéjében megígért dolgokban, mintha látnám őket. Azért hitből, hogy kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valónak, hanem az Ábrahám hitéből valónak is, aki minnyájunknak atyánk. Róma 4:16 mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. 2 Korintus 4.18 Ebben a tekintetben egy kicsit felül kell vizsgálnunk a logikánkat. Hiszünk abban, hogy minden, amit látunk, létező és biztos, ezért birtokolhatunk egy házat vagy egy földet, vagy valamilyen más tulajdont, és azt gondolhatjuk, hogy van valamink, mert a birtokunkban van valami, amit láthatunk. De az igazság az, hogy csak olyan dolgokra támaszkodhatunk, amelyeket nem látunk. Láthatjuk a földet, és láthatjuk az eget, de azok elmúlnak. De az úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett. 1 Péter egy 25. A Zsoltárossal együtt mondhatjuk, Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. 46. Zsoltár első három verse. Elmondhatjuk ezt mi is? Testvérek, ez az idő közeleg. Inogva meginog a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba, a hegyek pedig az óceánba omlanak. Ez meg fog történni, és lesznek olyan emberek abban az időben, akik tökéletesen nyugodtak és magabiztosak lesznek. De ezek nem olyan férfiak és nők, akik soha nem tanulták meg, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Az az ember, aki most kételkedik Istenben, akkor is kételkedni fog benne. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a minden hatónak árnyékában nyugoszik az. 91. Zsoltár első. Vers. aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent, mi nekünk. Róma 8.32 Ez az ígéret mindent magában foglal. Azért senki se dicsekedjék emberekkel, mert minden a tiétek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár következendők. Minden a tiétek. Ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig Istené. 1 Korintus 3, 21-23-ig Ez nem a jövőben van. Minden a tiétek a jelen időben. Minden a miénk, és ezért mondhatjuk a Zsoltárossal együtt az én részem kies helyre esett. Nyilván szép örökség jutott nekem. 16. zsoltár, 6. vers. Igen, minden a miénk. A királynak, a magasságosnak gyermekei vagyunk. Istené vagyunk, és ő ismer minket. Ezért, ha az emberek gyalázatot és üldözést zúdítanak ránk, nekünk csak annyit kell tennünk, hogy irgalmazzunk nekik, és dolgozzunk értük, mert nem ismerik az örökség gazdagságát. Kicsoda vádolja az Isten választottait. Isten az, aki megigazít. Róma 8.33 Van, aki ezt biztosan megteszi. A neve Sátán. Íme egy bizonyságtétel, amely rávonatkozik és hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett. Jelenések 12.10 Igen, a sátán a testvérek vádolója. Ezt teszi éjjel és nappal, és folyamatosan ezt teszi most is. Minden tőle telhetőt Isten választottjainak felelősségére terhel. De le van vetve, és most következik az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk országa és az ő Krisztusának hatalma. Krisztusnak adatott minden hatalom. Még jó, hogy így van. De egy szegény, elcsügett lélek ezt mondja. Mindezt elhiszem, és megvalódtam bűneimet. Hiszem, hogy Isten hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és megtisztítson minden hamisságtól. De ezek a bűnök folyamatosan megjelennek előttem. Biztosan sátán hozza őket? Ez egy fontos pont. Mert ha ebben biztosak vagyunk, akkor a legboldogabb élőlények lehetünk. Miért hozza elénk sátán ezeket a dolgokat? Mivel ő a testvérek besugója és hamis vádolója, hazug és a hazugságnak atya, és ha sátán hozza el egy dolgokat, és megvádol bennünket ezekkel, akkor tudhatjuk, hogy megvannak bocsátva, mert ő soha nem hozna elénk, ha nem lennének megbocsátva. Nem tudna igazat mondani, ha megpróbálná sem, és ha nem lennének megbocsátva, akkor a világon semmiért sem hozná a látókörünkbe, mert félne attól, hogy bevalljuk azokat, és megbocsátást nyernénk. Nos, egy másik állítás. Én nem tudhatom, hogy kitől van, talán nem is a sátántól, hanem Istentől lehet. Nem. Isten az, aki megigazít. Ha Isten az, aki megikazít, akkor nem ő az, aki elítél. Kinek van joga elítélni Istenen kívül? Senkinek. Isten az egyetlen bíró. Akkor nincs más lélek, aki elítélhetne, csak Isten. Ő megmutatja nekünk a bűneinket, mi pedig megvalljuk és átadjuk azokat neki. Ő pedig megigazít minket, és ő benne nincs változás, sem változásnak árnyéka. Következésképpen, ha Isten az, aki megigazít, ki van az egész világegyetemben, aki elítélhet? Ki teszi meg ezt? Sátán. De mit tegyünk vele? Ha több hitelt adnánk Isten igazságának, és kevesebbet a sátán hazugságainak, az jobb lenne nekünk. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is értünk. Róma 8:34. Ki az, aki folyamatosan kárhoztat minket, ha Isten az, aki megigazít, Krisztus pedig meghalt és feltámadt ennek a megigazulásnak biztosítékaként? Krisztus meghalt és feltámadt, és most is Isten jobbján ül, hogy közben járjon értünk. Nem látjátok, hogy a keresztény csüggedésnek nincs kis kapuja? Van idő, amikor Isten elénk hozza a bűneinket, de ez akkor van, amikor még nem vallottuk meg azokat. Csak akkor. De a vigasztaló elítéli a bűnöket. Ezért ő mindenütt megvikasztal minket, még akkor is, amikor felidézzük elkövetett bűneinket. Amikor Isten elém hozza a meg nem vallott bűneimet, megköszönöm neki a vikasztalást, és amikor a sátán újra előhozza, ismét dicsérni fogom Istent, mert ha nem vallottam volna meg bűneimet, a sátán nem emlékeztetne rájuk, de ha megvallottam őket, akkor megbocsátattak. Krisztusban találkozik az irgalom és az igazság. Ugyanaz a kéz, amelyik megtartja a törvényt, megtartja a megbocsátást is. Testvérek, emlékezzünk arra, hogy amikor a Sinai-hegyen mennydörgés zajával kihirdetett a törvény, az a törvény egy közvetítő kezében volt, mégpedig ami mi Urunk Jézus Krisztus kezében. Tehát ugyanaz a kéz, amely az igazságot tartja, és amely meggyőz a bűn tekintetében, ugyanakkor a megbocsátást is tartja. Hála legyen Istennek, aki mindig diadalra készített minket, Krisztusban. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éjség, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyvere? amint megvan írva, hogy te érted, gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágójuhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Róma 8. 35-től 37-ig. Ez a gondolat felettébb, amely annyira kiemelkedik az ötödik fejezetben, ismét megtalálható ezekben a versekben. Gyakran halljuk ezt a kijelentést. Ha legalább a menny kapuján be tudok menni, már elégedett leszek. Nagyon hálás vagyok, hogy nem úgy kell belépnünk, mintha bocsánatot kellene kérnünk a jelenlétünkért, ha már ott vagyunk. Miért nem? Mert ő megígérte, hogy ekképpen gazdagon adatik majd nektek, ami úrunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök országába való bemenetel. 2. Péter 1-11. Vannak ellenségeink, akik ellen harcolnunk kell, mondja valaki. Ne róluk vagy a megpróbáltatásainkról és kísértéseinkről beszéljünk, hanem Krisztus erejéről. Minden hatalom neki adatott. Amikor tehát harcolunk, emlékezzünk arra, hogy ez nem ököl harc, hanem a hit harca, és megkaptuk az erőt, amely által többek lehetünk, mint győztesek azáltal, aki szeretett minket, és önmagát adta értünk. Ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Kik a győztesek? Ők azok, akik győzelmet arattak, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak. Efézus 6.12. Nem test és vér ellen kell harcolnunk, ezért nem számítanak a védelembe. Akkor hogyan szálljunk szembe az ellenséggel? harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet. 1 Timóteus 6.12 Ugyanez az életkérdést ér vissza. Nyerd el az örök életet. Az egyetlen hatalom, amely ellenállhat a gonosznak, a végtelen élet hatalma, és akinek megvan a fiú, annak megvan az az élet. Meg kell vívnunk a hitnek nemes harcát. Mi a hit? Bizalom valaki másban. Ha ökölharcot vívunk, akkor a harcot vívjuk. Ha a hitharcát vívjuk, akkor valaki más harcol értünk, és mi ebből hasznot húzunk. Mi többek vagyunk, mint győztesek ő általa, aki szeretett minket. Hála Istennek, aki győzelmet ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nos, hogy is van ez? Krisztus harcolt, nem igaz? Igen, sátánnal harcolt fej, fej mellett itt a földön. Krisztus legyőzte sátánt és minden seregét, és megsemmisítette teljes hatalmát és uralmát, mert ő feljebb helyeztetett minden fejedelemségen. Figyeljük meg, hogy ezekkel a dolgokkal küzdünk. Milyen nagy volt Krisztus győzelme felettük. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságukat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtuk abban. Kolossé 2.15 Krisztus tehát találkozott ezekkel az ellenségekkel, akikkel meg kell küzdenünk. Győzedelmeskedett felettük, és megsemmisítette őket. Győzelmet aratott felettük. Mi az eredmény? Az, aminek mindig meg kell lennie, amikor csatát vívnak, és az egyik harcos teljesen meghódítja a másikat. Tehát a béke. Sátán nem akarta feladni, így a megváltó békét nyert. Ő a mi békességünk. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. János 14.27 Ő adta nekünk az ő békéjét, és béke követi a győzelmet. Krisztus pedig megvívta a győzelmet. Ha Krisztus a miénk, akkor az a győzelem már a miénk. Egyszerűen kapaszkodunk Krisztus örök életébe, és ez úgy történik, hogy megértjük az ő igéjét, ami a lélek és élet. Így hozzuk és engedjük be szívünkbe Krisztust, és az ő értünk aratott győzelmét. A nagy probléma velünk az, hogy néha félünk attól, hogy Krisztus győzelmet arat. Miért? Vannak kedves bűneink, amiket nem akarunk feladni, Hajlandóak vagyunk azt hinni, hogy minden másnak mennie kell, csak ezeknek nem, és ezért félünk attól, hogy Krisztus győzelmet fog aratni, és nekünk fel kell adnunk azt a bűnt. Gondoljunk csak bele! Krisztust hívjuk, hogy győzele az ellenséget, és amikor eljön, az ellenség oldalán talál minket. De ha mindezt feladjuk, Krisztus valami végtelenül jobbat ad nekünk. Ha Isten igéje szerint alakítjuk gondolkodásunkat, nevezetesen, hogy minden, amit Isten adni tud, Krisztusban van, hogy Ő annak a teljessége, aki mindent betölt mindenben, akkor rá fogunk jönni, hogy a Föld gyenge dolgai nem érnek semmit ahhoz képest, amit nekünk ad. Az egy János negyedik rész, negyedik versében van egy utalás a gonosz lelkekre, akikkel harcolnunk kell, és Isten egy biztosítékot ad az ő gyermekei számára. Ti az Istentől vagytok, fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Így Elizeussal együtt tudjuk, hogy többen vannak velünk mint akik ellenünk vannak. A győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. 1 János 5. 4. hisszük -e, hogy Krisztus mindent megnyert, és amikor ő bennünk van, akkor mindenünk megvan, és a gonosznak nincs semmi hatalma, hogy ártson nekünk. Ha ez megvalósul, akkor vele együtt keresztre vagyunk feszítve, a saját életünket átadtuk Krisztusnak, és mégis élünk. Akkor egy másik életet kell élnünk, és ez az élet Krisztus élete. Ez az élet, az az élet, amelyben dicsőségünk van. Krisztus a mi életünk, övé a győzelem, ezért a miénk is. Öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Efézus 6.11 Mit jelent felölteni a teljes fegyverzetet? Krisztusban teljesen megállni, ezt jelenti. Ő az igazság, az Úr, a mi igazságunk. Fegyverkezetek fel békességgel, ő a mi békességünk. Minden Krisztus által van. Vegyétek a kardot a kezetekbe, amely az Isten ígéje és Krisztus az örök íge. És ti ő benne vagytok beteljesedve, Kolossé 2.10. Miután felöltöztük a teljes fegyverzetet, ami Krisztus, mindenünk tökéletes lesz ő benne. Öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, Róma 13.14. Ő a mi fegyverzetünk, és a fegyverzet ő. Mindezekben a dolgokban a győztesnél erősebbek vagyunk ő általa, aki szeretett minket, és életét adta értünk. Senki sem veheti el tőlünk a fegyverzetünket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon ami mi Urunk Jézus Krisztusban. Róma 8, 38, 39 Generálkonferencia közleménye 1891. március 23.